No kérem, mivel szokták kérdezni hozzászólásba, hogy hogy állok a Sandmoney-val, meg hogy azóta, mióta közzétettem ezt vagy azt a videót, meg hogy hogy haladok, meg stb. Stb., meg hogy érdemese, meg ilyenek, meg van, hogy nem is Sandmoney-s videónál kérdeznek a Sandmoney-ról, és hát akkor azért én gondoltam, meg már amúgy is már gondoltam, hogy megmondok valamit ezzel kapcsolatban, de akkor most csinálok egy ilyet, hogy állok. Hát kérem szépen, úgy van az a dolog, hogy ugye elsőnek is ugye nem is tudom, hogy melyiket mutassam. Hát legyen az, hogy szolár csomag az összesen 112 watttal vagyok, és mining csomag ez nem az, várja. A token ez most jelenleg nem érdekes, annyiból érdekes, hogy ez ugye a régi token, és most van az új token, amit meg lehet vásárolni még mindig, és hogy ezt majd valahogy föl lehet használni rá, arról volt szó, de most még nem tudom, hogy hogyan. Még nem hallgattam meg mindent, ami azóta kijött, tehát még vannak lemaradásaim az információkba, és akkor itt ugye visszamehetünk dátumba, úgy visszamegyek. Mivel hogy én 15-ben regisztráltam be, csak már nem tudom melyik hónapba, mindegy, beírok egy januárt, az biztos jó lesz. Tehát itt ugye 15 december, akkor 15 végén regisztráltam. Tehát így szépen-szépen növöget, itten folyamatosan, illetve hát volt persze visszaesés, ugye mindig a napsütötte órák számától függ. És ugye ezek euróba értendőek, és akkor azt mondja, hogy nem ezt akartam, nem ezt akartam, de mindegy, ha már ide jöttünk, akkor itt is ugyanaz van. Ugye itt most van 33 eurón bent, tehát akkor itt maradhat a 8., hol csak a 15-öt átírtam, mármint hogy 15-re átírtam. És akkor itt még ugye visszaforgattam, meg itt ugye be is fizettem sajátból, itt is befizettem sajátból, és akkor itt még visszaforgatgattam, viszont most már egy ideje nem forgatgatok vissza, mert hogy ugye összegyűjtöm, és akkor ugye itt, amit az előbb látunk, ez a... Ja, igen, mert hogy ide kellett volna, hogy jöjjek. Ez most már nem érdekes, ezt nem mutatom, wallet folyó számla, itt vagyunk most, úgyhogy ez itt ugye ugyanaz, meg ugyanaz. És akkor itt vannak ilyenek, hát most itt nem megyek végig, mert ez itten többsége az még nullás, és itt ez a lényeg, ugye, hogy itt most gyűjtögetem, hogy majd akkor inkább egyszerre vásárolok szolár csomagot. Illetve, hogyha összejön valami más helyről nagyobb pénz, akkor ide be fogok még nagyobbat tenni. Ja, kifizetési, mivel hogy még nem volt kifizetés, mert hát most nem lenne értelme kifizetést kérni, és ugye ez így, hát amiket így eddig mutattam, ez most ugye gondolom az a reakció, hát, hogy annyi idő alatt, már 7 év alatt még csak ennyit sikerült összeszednem. És ugye ez attól függ, ez két dologtól függ, három dologtól függ, szóval a lényeg, hogy ugye van ez a csomag, ez a csomag. Nekem ugye ebből van a 112 wattnyi, meg van ugye egy ilyen csomagom is nyilván. És hát amit ott ugye az imént látunk, az a
szolár. Ezeket most jelenleg ezeket lehet választani, de akkor még ugye nálam mások voltak. Úgyhogy végül is tök mindegy, mindegy, ott lehetett látni a videó elején, hogy milyen csomagon van, az a lényeg. Meg az is, hogy az most már ugye nincsen, mert az már akkor volt, de most már az nincs. Tehát én most már ezt tudnám megvenni a 2000-eset, amit majd meg is szándékozok venni. És akkor ugye a lényeg, hogy ugye 112-6-ra azért vannak ezek a ilyen díjak, Solar csomag összesen, ugye itt írja fel. Ja, itt írja, baszki. Na, itt van. Na, hogy szóval Booster Gold, ezt mondom, ilyenem van, és 112 watton van, és akkor azért vannak így, hogy hogy Solar Royalty, és akkor azért vannak itt ugye ilyen havi bevételek, mert hogy arra annyi jár, tehát a lényeg, hogy itt elég sokat kell ahhoz betenni szolárba, hogy legyen egy olyan bevétel, havi bevétel, ami mondjuk az, hogy csak egy, hogy maradjunk annál, hogy egy fizetést fedez, illetve hát ugye a közösség építése lehet meggyorsítani ezt a dolgot, és ezt is meg akarom akkor mutatni, hogy ugye közvetlen regisztráltak listája, hogy ez a másik dolog, ami miatt csak ilyen kevés havi bevételem van még ebből, hogy az igaz, hogy itt van egy csomó, hogy itt van egy jó pár regisztráltam, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13-an már beregisztráltak hozzám, de egyik se csinált azon kívül semmit, hogy beregisztrált, tehát nem vett se szolár csomagot, se közösségi csomagot, egyetlen egyet kivéve, aki egy 2 wattos szolár csomagot nyert, és ő az az egyetlen kivétel, aki visszajelzett, hogy őt ez már nem is érdekli, és nem is foglalkozik vele, tehát ne is nyaggassam ezzel tovább, és a többieknek hiába írtam e-mailt, hiába kerestem őket, semmi visszajelzés, semmi válasz nem érkezett, és ugye nem is vásároltak semmit, tehát ez is, szóval nem is értem, hogy miért regisztráltak be. Na mindegy, hát végül is jó, hogy beregisztráltak hozzá, mert hogyha mégis ugye úgy döntenek, hogy elkezdik, akkor legalább nálam kezdik el. Tudom, ez ilyen, hogy mondják ezt, hogy mondjuk ezt, hát mondhatni, hogy ilyen önzős dolog, vagy hogy mondjuk, szóval, hogy most hihetik azt, hogy ilyen nyeresség vágyon van, meg ilyesmi, de hát nem erről van szó, csak hát nyilvánvaló, én is elsősorban azért kezdtem bele a Sun Money-ba, hogy hát jövedelemhez jussak, rendszeres jövedelemhez, és hát ugye ez mindenkinek elérhető, és hát nekik is elérhető, hogyha elkezdenék és csinálnák. Tehát végül is, hogyha ők most mindannyian, mind a 13 illető már megvette volna legalább a legkisebb közösségi csomagot, és elkezdték volna üzletet építeni, hát akkor már nekem is jóval több havi bevételem lenne, nem annyi, mint amennyiket láttál a előbb. Úgyhogy ez ettől is függ, tehát akkor összesen foglaljuk össze, háromféle bevételi lehetőség van a Sun Money-ba. Ugye van a, hogyha valaki csak napelem csomagot vásárol, ahhoz nem kell meghívni a senkit. Ha másik az, hogyha közösségi csomagot vásárol, és akkor épít magának egy közösséget, tehát meghív vagy szponzorál valakiket, kinek hogy tetszik, illetve hát a kettő nyilván összevonható, és ugye a harmadik az automata rendszer, a Smart Digital Network rendszer, remélem jól mondtam, ami ugye automatán építi a
csomagot megvásárlóknak a hálózatot, illetve hát a közösséget pontosabban, és ugye ez a három, ez ugye együtt járatható, nyilvánvaló, hát lehet valaki napelem csomagot, akkor ugye vehet közösségépítőt is, és akkor építhető a közösséget, meg vehet Smart Digital csomagot is, vagyis ezt az automata építő csomagot is, és akkor már is így tök jó, és akkor ugyannak az automata építőnek az a lényege, hogy olyan illetőkből építi a automatán a rendszert, akik beregisztráltak ide a, hát úgymond az alap Sun Money-ba, és vettek valamilyen közösségi csomagot. Plusz ugye hát ők is, nekik is meg kell venni a Smart Digitalt, illetve ebben most nem is vagyok biztos, hogy olyanokat is betesz-e, aki nem vette meg a Smart Digitalt, viszont de van közösségi csomagja, vagy mindenképp csak olyanokat tesz be, akik megvették a Smart Digitalt is. Tényleg ez egy jó kérdés. Na majd ennek utána járok. És akkor hát lényegében ezeket akartam elmondani, és még van valami, ezt direkt a végére is hagyom, hogy Sun Money-val elkezdtek foglalkozni olyanok is, így most még most is így, hogy most már ugye közel 10 éves a cég, hamarosan 10 éves lesz, és szépen ugye haladnak, és csak jó tudom, csak én nem haladok pénzügyileg, és hát mindenkit az érdekelne, hogy haladok, és hogy mennyit tudok kivenni, és nyilván az lenne mindenkinek a motiváló, hogyha én már jó sok pénzt kivennék belőle havonta, hát ennek örülnék én is, csak hát hogyha, na mindegy, hát hogyha mindig csak úgy regisztrál be valaki, hogy annál tovább nem jut, akkor én se jutok tovább, de mindegy, rajta vagyok a dolgon, hogy tovább haladjak, és akkor na szóval azt akartam mondani, hogy olyanok is elkezdtek foglalkozni a Sun Money-val, akik foglalkoznak mindenféle ilyen úgymond online üzlettel, befektetés, stb. És akiknek nagy-nagy sok követőjük van, meg mondjuk úgy, hogy népszerűek, és nagyba játszanak úgymond, vagyis hát olyanok, hogy egy-egy üzletbe nem a minimális összeget teszik, hanem hogyha valami üzletbe belekezdenek, akkor abba egyből persze előbb mindennek utána néznek, hogy mennyire biztonságos az az üzlet, de akkor, hogyha elkezdik, akkor mindjárt nagyba kezdik el, szóval nagy összeget tesznek bele, és nem a legkisebbekkel. Szóval ezt ugye azért mondom el, hogy akik esetleg még itt izének, hogy vagy szóval így azért nem indulnak el, akár azok közül, akik beregisztráltak hozzám, akik, vagy azok közül, akik épp tervezik, hogy beregisztráljanak. Szóval, hogyha azért nem indulnak el, vagy azért nem indulsz el, mert hogy úgy vagy vele, hogy hát, hogy ez is el fog tűnni, meg átbaszás, meg jölölölölö, meg nem lesz belőle semmi, hát akkor ezért mondtam el ezt a dolgot, hogy most már ugye ők is a nagyba játszóak is úgymond már belekezdtek, és akik ugye utána néznek, és hát az, hogy 9 éves és lassan 10 éves a cég, és szépen mennek előre, meg ugye díjnyertes, többszöri díjnyertesek, meg stb. Szóval nyugodtan azt mondhatom, hogy igen, hosszú távú, és hogy tulajdonképp azt is mondhatom, hogy örökké megmarad ez a cég. Jó, hát úgy néz ki, hogy ugye tizen pár év múlva most közbe szól majd egy föld megsemmisülés, illetve hát a földön lévő élet megsemmisülése, meg mindennek a megsemmisülése, tehát hogy mindannyian elpusztulunk, meg ilyenek, de mindegy, hát ha még van egy tizen pár évünk addig, azért is jó lenne,
gyorsan, mielőbb fölépíteni ezt is, ugye, hogy hát egyrészt ugye a bevétel miatt, másrészt meg azért hozzájárulunk tulajdonképpen a zöld energia előállításhoz, és hát mondjuk, hogyha elpusztulunk mindannyian hamarosan, akkor lehet mondani, hogy hát akkor meg minek, meg stb., meg akkor fölösleges, de hát na, azért csak csináljuk, mert hát ha mégis lesz valami változás, aztán mégis lehet, hogy későbbre lesz ez a nagy pusztulás, vagy valami, aztán majd meglátjuk. Na, hát legyen ez most ennyi. Jaj, és egy kicsit is visszajövök, mert ezt meg elfelejtettem, hogy ezt is meg akartam mutatni, hiszen tulajdonképp a videónak a fő része, hát majd mondhatni a fő része az, hogy hogy állok, ugye, hát szóval, hogy ugye többen kérdezték, hogy hogy állok, hát és akkor itt ez az automata, ez a digitál, smart digitálos dolog, automata közösség építéses dolog. Na, hát itt meg így állok, és akkor most legyen vége a videónak. Ha!